Most még üresen állnak az asztalok a balkányi piacon, de szombaton már helyi termelőkkel lesz tele. A város lakóinak álma teljesült azzal, hogy a nyílt, betonozott tér helyett ezentúl fedett helyen tudnak bevásárolni. A polgármester elmondta, népszerű a piac, hiszen a környező településekről, Bökönyből, Geszterédről, sőt, Újfehértóról is járnak ide termelők. Ezért is volt fontos, hogy a piac területének közel felét esővédetté tegyék. Ez egy felújított piac lett, itt már működött régebben piac, csak sajnos ez a fedett rész, amit ma átadunk, illetve a vizes blokkok megújultak, illetve zöldesítés történt, ezt zöldváros toppos forrásból nyertük, amelyben játszótér, kondipark, Kossuth park és ez az épület készült el. Én nagyon örülök neki, hogy a vállalkozó időben és határidőben tudta befejezni, ugye ismerjük a mai fém beszerzési árakat is, és hogy milyen nehéz, de hála jó Istennek sikerült időbe befejezni. A piac fejlesztése 95 millió forintba került. Ebből nem csak lámpával felszerelt tetőt kapott a tér, a vízes blokkot is felújították, és 10 pavilont is kapnak az eladók, amelyeket a tervek szerint jövő héten helyeznek majd ki. Nélkülözhetetlen eleme a magyar mezőgazdaságnak, a vidéki életnek, hogy a helyi piacok fejlődjenek, megújuljanak, új piacok jöjjenek létre. Ott ezeken a településeken, ahol valóban erős a mezőgazdaság jelenléte, meg kell teremteni azt a helyszínt, ahol a lakosság hozzá tud jutni a helyben termelt zöldségekhez, gyümölcsökhöz, húskészítményekhez. Én azt gondolom, a kor vívmányainak elkerülhetetlen része, hogy minden településünkön megújuljon az a piac, ami egyrészt a település központját alkotja, a találkozások helyszínét biztosítja, és nem utolsó sorban a kézműves előállító terméknek az elsődleges értékesítési helyét tudja mutatni. Balkány az egyik legnagyobb ütemben fejlődő település a térségben, ez számos már elkészült és átadott beruházás bizonyítja. Balkány szépen fejlődik, és a gazdák is nyilván, és a vállalkozások hozzáteszik a részüket ehhez, hiszen ebből a 8,4 milliárd forintból, ami ugye 351 néhány programból valósul meg itt Balkányba, ennek a jó részét, egy 3,5 milliárd forintot a gazdák támogatása és a vállalkozások támogatása teszi ki. Úgyhogy Balkány gazdaságilag is nagyot lépett előre. A piac kedden és szombaton várja az eladókat és vásárlókat, immár tetővel, esőtől védve. A következő terv, hogy a széltől is védve legyenek, ezért igazi csarnokot alakítanának ki. A polgármester elmondta, van még fejlődési lehetőség a piacban. A falazat kiépítésén túl a területet is bővíteni szeretnék.